Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Az Arch Linuxot szeretném bemutatni. Arch Linuxot, tehát nem az Arch Linuxot, hanem az Arch Linuxot. Az Arch Linux egy Arch alapú rendszer, ami nagyon jó grafikus telepítéssel és egy-két érdekesebb, kevésbé érdekes programocskával érkezik meg majd a gépedre. Miért ezt a rendszert szeretném bemutatni? Mert jó. Tehát azt kell mondanom, hogy elég sok Arch alapú rendszert kipróbáltam, és úgy gondolom, hogy az Arch Linux egy kezdőknek, középhaladóknak ideális választás lehet. Ideális választás lehet. Nem biztos, hogy ez lesz a kedvenced, hiszen nagyon sok egyéb Arch alapú rendszer is van, és hozzá kell tennem, hogy ez egy igazából olyan, ami hát mindent felrak, és biztos, ami biztos, még rá is kérdez, hogy még ahhoz pluszban mit szeretné felrakosgatni, ezért bizony hát olyanoknak készül, aki nem szeretne alulról építkezni, azaz nem egy szikár, egyszerű telepítés, hogy felrakod az alapokat, a nagyon-nagyon alapokat, majd parancsorból szépen fölpaklászod a neked elvárt, neked fontos programokat, azaz az Arch Linux telepítésről lesz szó. Bár az is igaz, hogy én az elején azt mondtam, hogy hát telepítő videót én, minek? Fölösleges. Revideálnom kellett ezt az álláspontomat egy, azért, mert rengetegen megnéztétek. Az átlag 100-150-200-as nézettséghez képest 500 és 1000 között van jelen pillanatban az a videó nézettség, amit megtettetek, és azt nagyon szépen megköszönöm, és ebből levonom azt a B következtetést, bizony-bizony, erre van igény. Miért lehet egy ilyen videóra, amikor bemutatja az ember, hogy felraktam egy rendszert, és mi van alapból, vagy felrakok egy rendszert, és végigmegyünk a lépéseken, hát ez nem érdekes, next, válaszolok a kérdésre, aztán igen, egy haladónak, vagy aki egy kicsit a számítógépezésbe, számítástechnikába járatosabb, annak egyértelmű ez a dolog. De aki kezdő, annak nagyon kényelmes az, hogy meg tud nézni egy 20-30-40 perces videót, és végigvezetik, hogy mit, hogyan kell beállítani, vagy mivel fog találkozni. Nem akkor lepődik meg, hogy Szent Isten, én csak telepíteni akartam, és itt bizony programválaszték is van, hogy hát most előre el kell döntenem, hogy mit rakok fel. Nem. Hanem végig tudja nézni, végig tudja gondolni, hogy mit szeretne, és utána már felkészülten lép tovább az éles telepítésre. Miért jó neked az Arch Linux? Mikor jó neked az Arch Linux? És miért ezt ajánlgatom? Azért, és akkor jó neked ez, ha kész, komplett, majdnem mindent tartalmazó rendszert szeretnél a dobozból. Azaz az előző kettő bemutatott telepítő kifejezetten ilyen fél profi, fél haladó, haladóknak való, akik hát bizony úgy gondolják, hogy felrakunk egy alaprendszert, és majd én döntöm el, hogy milyen terminált szeretnék felrakni, milyen egyéb programokra van szükség, nehogy már a disztribútor döntsön valamit. Ha valaki nem így gondolkodik, hanem úgy, hogy hát neki az a számítógépezés, hogy bedugja a pendrive-ot, föltelepíti a rendszert, akkor már egy majdnem kész, 99%-ig kész rendszert kapjon, akkor őneki bizony jó az Arch Linux, mert mindent, ami úgy ésszel, átgondolva bizony kell egy kezdőnek, azt fel fogja rakni. A másik gondolat természetesen az, hogy ez a grafikus telepítés nyilvánvalóan kezdő, középhaladó, az nem terminálból szeretne építkezni, hanem mit szeretne? Grafikus felületet. Hogy mit rak fel az a grafikus felület, már egy más kérdés. Az Arch Linux sok mindent felrak, a magyar Arch például lényegesen kevesebbet, az egy szikárabb rendszert rak fel, amire építkezni tudsz. Azaz egy grafikus, majdnem mindent, amire szükséged lehet, készen a dobozból meg fogsz kapni. A lényeg, akkori hasznos ez, ha Arch-ot szeretnél kipróbálni, az Arch Linux-ba szeretnél egy kicsit beleásni, eldönteni, hogy tetszik vagy nem tetszik, jó ez, nem jó ez, egy kicsit furcsább a Debianhoz képest. Akarod-e, és nem tudsz, vagy nem akarsz alulról építkezni? Aki életében először rakott fel egy Arch rendszert, annak bizony gond lehet az, hogyha kapsz egy terminált, vagy egy üres képernyőt, múltkor megnéztük az XFCE milyen szikáron kerül fel a magyar Arch-on,
arra bizony hamar fel tudjunk dobálni bármit, de hát aki kezdő, annak azért át kell gondolni, hogy Szent Isten, hát milyen szövegszerkesztőt használjak, itt van 50 féle a telepítési lehetőségnél, a későbbiek folyamán többről is lesz szó, na a lényeg az, hogy hát bizony-bizony azoknak gondot jelenthet, komoly gondot, hogy melyiket válassza, és kényelmesebb az, hogyha egy kész komplett, több lehetséges szövegszerkesztőt, egyebet is fölpakol neki a rendszer, aztán majd ő tud, és ha van kedve, változtat is rajta. Azaz, ha nem akarsz alulról építkezni, nagyon jó rendszer lesz ez neked. Sokféle asztali környezet közül szeretnél választani, ez egy nagyon fontos szempont. Ha valaki elkezdett már hát valamilyen szinten linuxozni, annak biztos kialakult, hogy ő bizony a KDE-t szereti, az XFCE-t, OpenBox-ot, i3-at, akármit szereti, és elvárja attól a disztribútortól, hogy hát bizony az ő kedvenc asztali környezetére, ablakkezelőjére, asztali felületére bizony készítsen egy telepítőt, hogy minden egyéb barkácsolás nélkül felmenjen az ő kedvenc rendszere, azaz a Arch Linux. Gyakorlatilag majd végignézzük, átpörgetjük, hogy milyen asztali felületeket tud felrakni natívan, ha megfelelő ISO-t fogod letölteni. Azaz nagyon kényelmes, mert bő kínálata van egyrészt telepített programokból, amit te tudsz finomítani telepítés közben, és a letölthető ISO fájlokból, ami bizony azt adja, hogyha neked a KDE a kedvenced, akkor nem úgy kell csinálni, mint egyéb disztribúcióknál, hogy lejön a mondjuk OpenBox, mert arra van kihegyezve a disztribúció, és te a KDE-t kézzel külön kellett telepíteni, nem mindegyik professzionálisan beállított, szépen összerakott asztali felülettel fog érkezni. És miért az Arch Linux a többiekkel szemben? Már több is van, például a Manjaro, egyéb, mert az Arch Linuxot ismerem. Na hát ez az alapverzió, hiszen arról szeretek beszélni, amit ismerek, és azon kívül gyors. Nagyon gyors, nem, hozzáteszem, nem veszi fel a versenyt egy alulról építkező Arch-csal, te magad állítod be, hogy mi menjen föl, mi induljon el, meg egyéb. Azzal nem veszi fel a versenyt egy olyan 10-20%-kal lassabb, mint a magyar Arch-csal felrakott és rendesen beállított Linux, de hát azért maradjunk annyiba, kezdenek, azért nem avval kéne kezdeni, hanem ezzel gyors, hát bizony, ez kényelmes, és összeszedett, azaz nagyon szép felületet, normális rendszerezettséggel kapod a programot, normálisan néz ki az egész, azaz nem egy összecsapott akármit kapsz, összeszedett, és egyszerű a telepítése, meglátod, és kezdőnek is nagyon jó. Azaz, aki Arch Linuxot szeretne használni, annak az Arch Linux egy kezdő, belépő szintű, vagy későbbiekben is megmaradó Arch alapú rendszere lesz. Miért? Mert könnyen fel tudod tolni. Én az Arch Linux disztribúciót fogom bemutatni, az Arch Linuxot B meg D betű nélkül. Ez egy ilyen alap verzió, amikor az XFCE-t, az i3-ast és az OpenBox-ot fogja neked felrakni. De hozzáteszem, ismétlem, bármelyik asztali felülethez kiválaszthatod a telepítő médiát. Nézzük is meg, miről beszéltem. Hát először is menjünk fel az archlinux.info-ra, komra is felmehetsz, mert az összes domént szerintem, ami a világon van, levédette saját magának Erik, aki ezt készíti sok-sok egyéb emberrel együtt. Bizony archlinux.info, majd elolvasod az összes leírást, az összes gondolatot, mindent megnézed. Agyon van dokumentálva, bár egy kicsit számomra kevésbé izgalmas a dokumentáció, úgyhogy videón kell megnézegetni, de 1000 fölött vannak az Arch Linuxról készült videók. Igen termelékeny ilyen szempontból a készítő Erik, illetve természetesen hát vannak leírások is, meg van fórum is. Na, végignézel az egészen, hogyha tetszik, akkor még adományozhatsz is. Hát bennünket ez igazából csak olyan szempontból érdekel, hogy mi hát bizony elolvassuk, hogy miről is van szó, hibajavítások, egyebek, tippek, trükkök, rengeteg videó van róla, nézzétek meg. Ami számunkra érdekesebb,
odamész a letöltésekhez, és valahogy erre rákattintasz, letölteni, innéd, meg torrentelni, tudod, ide mész, rákattintasz akármelyikre, és megnézed. Van az Arch Linux, ez az, amit én felsoroltam, három asztali környezettel érkezik profi módon beállítva, persze én át szoktam ezt variálni, de hát ez egy másik dolog, és utána szépen lassan végigmész, azon, hogy látod, Depping, Gnome, i3, JVM, életemben nem használtam, LXQT, nagyon jó, Mate, OpenBook, Plasma, XFCE, XNomad, egyéb, lapozgatsz, és eldöntöd, hogy melyik asztali környezetet választott ki, rengeteg van, azt az isót kell letölteni, azért figyelj rá, jó, hogyha te csak és kizárólag i3-at szeretnél használni, vagy OpenBox-ot, akkor teljesen fölösleges az Arch Linux letöltése, hanem az Arch Linux B, és megkeresed a kedvenc Cinnamonodhoz, például itt van, és le tudod tölteni, igaz? Nagyon szuper! Én az Arch Linux-ot, tehát ami három felületet rak fel, azért rakom fel, hogy be tudjam mutatni az XFCE, az OpenBox-nak a működését, mármint az, hogy mit kapsz alapból, és hogyan néz ki. Letöltöd, arra figyelj, hogy Arch Linux vagy Arch Linux B a kezdők barátja, a D az haladóknak való, tehát ott azért skriptesítve van a telepítés, nem nagyon arra kéne neked tendálni, hogy azzal kezd, ezt a kettő közül valamelyiket letöltöd, és utána mikor lejön, hát természetesen elkezdheted telepíteni, én a telepítést természetesen miben? Természetesen VirtualBox-ba fogom megmutatni. A következő lépés természetesen az, hogy elindítom a virtuális gépet, ha te natívan, tehát valóban telepíted a rendszert, akkor természetesen kiírod az ISO fájlt a pendrive-odra, bedugod, megmondod a gépennek a BIOS-ba, hogy hát legyen szíves arról indítani, és elindul itt a VirtualBox alatt, ki kell választani azt, hogy melyik ISO-t telepíted. Ez nem egy nagy dolog. Egy kis kitérőt tennék, mindenképp a lehető legfrissebb telepítő médiát hozd létre, hiszen akkor kevesebb lesz a frissítés, indítás után itt viszonylag sok lesz, mert ez egy hónappal ezelőtt készült ISO file, és bizony, hát be van állítva, indítsuk is el, bedugod, vár a gép egy kicsit, dolgozik, és megjelenik, villámgyorsan megjelenik a megszokottól, egy kicsit eltérő a kép, itt nem az van, hogy csak elindítod a telepített operációs rendszert, van egy memóriateszted, meg van egy telepítéshez összekészített egy vagy kettő lehetőséged, itt több van. Nagyon érdemes ezeket átnézni, átgondolni, hogy milyen videókártyád van, mert telepítésnél, Linux telepítésnél előfordulhat, hogy videókártya is egyéb miatt a telepítés nem indul el. Ilyenkor szokták ajánlgatni, hogy no mode set, meg egyéb beállításokkal indítsuk el a telepítést. Itt már előre a menüből kiválaszthatod ezt a lehetőséget, hogy milyen videókártya is egyéb, az, ami esetlegesen egyéb Linux telepítésekkor bizony neked akadályt jelentett. Nyilván VirtualBox-ba legelsőre fogok rákattintani, és elindul a rendszer, és egy kicsit vár, dolgozik. Ilyenkor igazából semmi olyan teendője nincs az embernek, mint hogy izguljon, hogy valóban lefusson a telepítésnek az előkészítés, az élő lemezkép elinduljon, és ne legyen semmi gond, természetesen ilyen egérrel meg egyébbel kapcsolatos dolgok nem fognak neked megjelenni, egyértelmű, hiszen natívan telepítve nem a VirtualBox-nak a egérrel kapása egyéb lesz a lényeg, hanem elindult. Mi a következő lépés? Elindultunk, nagyon-nagyon kényelmesen kaptunk egy a megszokottól eltérő képet. A legtöbb telepítési média ennél lényegesen puritánabb. Itt többféle beállítási, illetve indítási lehetőséged van. Az egyik lehetőség természetesen az, hogy upgrade-eld az Arch Linux tükörlistáját. Ez azt jelenti, hogy megkeresi a géped azt a tükörrendszert, azt a tároló rendszert, ami neked a legideálisabb. Én ezzel nem nagyon szoktam vacakolni, hiszen én, hogyha feltelepítem, és utána elindítom a reflektort,
Tehát azt a kis eszközt, ami ezt megcsinálja, az bizony nekem meg fogja csinálni. Én igazából jobban szeretem magam felparaméterezni ezt a dolgot, de ha gondolod, megteheted, villámgyorsan leszkenneli a repókat, és utána boldogan az az érzeted lesz, hogy gyorsabban, szebben és fittebbül fog indulni a rendszer. Nem mindig igaz, de gyakorlatilag az alapbeállítás is jó. A gépartet, tehát a particionáló eszközt elindíthatod, nyilvánvalóan egy haladóbb gondolat, hogy saját magad particionálod, azokat az eszközöket állogatod be, azokat az eszközöket, lemezeket, inkább így mondom, amik kellenek. A átlag haladó felhasználó, tehát az, akinek ez a rendszer úgy igazából készült, ez a verziója az Arch Linuxnak, az pedig a Rune Calamares című dolgot meg fogja bökni. Ezekkel igazából nem kell törni, fórum dotálni tudod, YouTube csatornára lépsz, kiadási információkat elolvashatod, hát ezt majd később is megteheted, vagy inkább azt mondom, hogy előtte tájékozódj, és utána indítsd el. Na hát nyilván mi a célunk? Telepítünk, és rákatintunk, elindul a megszokott professzionális kinézetű telepítő. Gyakorlatilag a telepítő, két vagy három verziójú telepítőt találsz az életben, nem annyira eltérőek a Linuxnak a telepítő kinézete, hogy mit kérdez, meg hogy kérdez, mint ahogy sokan gondolják, hogy jaj Isten, hogyha Arch Linuxot használtam, és föltettem az Arch Linuxot, és utána átérek Linux mintre, jaj Isten, mi lesz, és hogy milyen fura dolgokat fog kérdezni, fenét, nagyjából egy kaptafára készült, megkérdezi a lokációdat, a nyelvedet, beállítod, hogy amilyen nyelven szeretnéd, én természetesen magyar, következő, indul az, amiért az Arch Linux szuper, nagyon szuper kezdő vagy középhaladó emberkéknek mindent meg fog kérdezni tőled, bár aki életében először látott egy telepítést, Linux telepítést, ebbe a pillanatban már elkezd pánikolni, hogy milyen hülye kérdéseket tesz fel, na mindegy, lényeg az, hogy hát bizony megkérdezi tőled, hogy hát milyen kernelt szeretnél feltenni, NVIDIA-d van, vagy nincs NVIDIA kártyád, Intel vagy AMD processzorod van, ehhez való kütyüket, eszközöket, kis forráskódokat, izéket föl fog neked rakni. Lényeg, tudod, hogy mi van a gépedben. Én azt mondom, hogy bizony nekem egy alap kernel az megfelel, most azon lehet vitatkozni, hogy melyik kernel típus szeretnéd felrakni. Kétfajta kernel típus van, jó, nem így van, de sokkal többféle van. Ebben a verzióban, ebben a gondolatban az LTS az hosszan támogatott. Lassabban frissül, talán egy kicsit kiforrottabban frissül, a másik pedig napi, kétnapi, háromnapi frissítéssel érkező kernel. Termelésre ajánlott gép, tehát amelyik géppel te termelsz, tehát esetlegesen probléma, esetlegesen barkácsolni való felmerülése esetén leáll a gép egy-egy órára, mármint hogy újra kell esetleg telepíteni, vagy valami egyebet kell csinálni, az gondot jelent, akkor válaszd az LTS kernelt, a hosszú távra támogatott kernelt. Nyilvánvalóan, hogyha AMD-nek az újabb processzorai, tavalyi legfrissebb processzorai vannak, akkor az LTS kernel nem biztos, hogy teljesen jó lesz, hogyha szeretnéd a hőfokot meg egyebet kijeleztetni, akkor a másik, a normál általam használt napi szinten frissülő rolling kernelt használjuk. A másik van a Zen kernel, ez egy-egy kicsit belenyúkáltak dolgokba, mind a hármat ki lehet próbálni, nagyon nagy verzió, váltás, nagyon nagy eltérés itt nem fog lenni. Én a Zen kernelt is használtam, meg több egyebet kipróbáltam, volt róla cikk, hogy én azt tartom jónak, hogy legalább kettő vagy három kernel típus legyen fönt, mert ha egyikkel probléma van, akkor valószínű még a másik az élő lesz. Na hát lényeg az, hogy én most befogom az LTS kernelt nektek pipálni, mivel nem Intelem van, hanem AMD-m, akkor azt fogom bepipálni, és kiválasztja a mikrokódot. Lehet látni egyébként, hogy a kis nyilacskákra bökögetve legördülő menüt kapunk. Oké, eldöntöttük, hogy melyik kernel kell. Egyébként nincs olyan nagy dolog a kernelek között, ami kezdőnek égbe kiáltó dolog legyen. Lényeg az, hogy LTS kernelt szeretnél, eldöntöd, hogy hát bizony aztán biztosabbnak tartod, és van-e NVIDIA kártyád, ennyi. A többit meg hát bizony, hogy AMD vagy Inteled van, az igazából
teljesen hát a te dolgod, hogy tud, hogy mi van a gépedben. Ops! Jönnek azok, amik miatt nagyon professzionálisnak tartom ezt a rendszert kezdőknek, akik szeretnek mindent egybe fölpaklászni. Nézzük meg azt, hogy itt be tudod állítani a kommunikációs dolgokat, Discordot, egyebet föl tudsz rakni, a Skype-ot, akármit. Tehát amire szükséged van, eldöntöd, hogy mi kell, bepipálod. Én nem rakok fel, én nem a Discordot használom, a Discord Canary nevű eszközt használom a Discord elérésére, hiszen az tud magyar nyelv, helyesírás, ki kell próbálni, a későbbiek folyamán rak fel. Akkor jön a fejlesztői eszközök, fölrakod azokat a fejlesztői eszközöket, ami számodra fontos. Gyakorlatilag én nem fogok felrakni semmi pluszt, mert nekem az a célom, hogy bemutassam, hogy egy alap, hozzá nem nyúltam telepítés, mit ad számunkra. Itt eldöntheted, hogy mi kell. Én azt mondom, hogy hogyha most már úgy telepítgetsz egy másik gépre, és hát gyorsan és a videót követve fogod telepíteni, ne tedd. Tedd azt, hogy megnézed a következő videót, vagy felteszed egy VirtualBox-ba a rendszert, megnézed, hogy mi van fent, mert nyilvánvalóan rengeteg dolgot, szerintem túl sok dolgot is felrak az Arch Linux, és ahhoz kiegészíteni, mondjuk esetleg neked még nincs tapasztalatod, hogy mit rak fel az Arch Linux, a Notepad kókót felrakod, mert hát legyen valami kódszerkesztő, biztos, ami biztos, hát biztos nincs, de igen, ebben van annyiféle, mindenféle felrakva, hogy csak na, ez nem a magyar Arch, vagy az egyéb általam bemutatott, hát bizony egy kicsit puritánabb, szikárabb rendszert felrakor dolog, itt sok minden felkerül, azaz a következő természetesen mi lesz? Ezek a szövegszerkesztők, egyebek, amikre napi szinten szükséged lehet. Nyilván ezt te tudod, hogy mi kell. Itt is fontos az, hogy rákattints erre a nyilacskára, mármint ahol van lehetőség választani. Például azt vedd észre, hogy nagyon professzionálisan a Fresh és a Stilt ketté választották, azaz nem csak annyi van ide írva, hogy felteszem a LibreOffice-t, és akkor jó, hanem a fresh, a friss, tehát a folyamatosan frissülő, vagy esetleg az LTS-hez, tehát a hosszabban támogatott kernelhez hasonló LibreOffice F, hogy egy ritkábban csak a főverzió változással változó LibreOffice fogja frissíteni, nyilvánvalóan aki termel, annak a stíl a kényelmesebb, aki az összes újdonságra bukik, annak pedig természetesen a fresh az ideálisabb, de hát az, hogy naponta vagy két naponta érkeznek LibreOffice frissítgetések, hogy így mondjam, az bizony nem mindenkinek kellemes. És figyelj rá, arra nagyon figyelj, hogyha bepipálod azt, amit kiválasztottál, mind a három be legyen pipálva. Ne vegyél ki előle semmit, mert ha kiveszed például ezt, akkor nem magyarul fog megszólalni, hanem angolul a LibreOffice-ot, hogyha ez a célod, akkor természetesen azt kell tenni, illetve a Hunspell, tehát a helyesírás ellenőrző dolognál is fontos, hogy ez be legyen pipálva, mert akkor a magyar helyesírás ellenőrzőt, ezt jelenti, hogy lokál egy, ez változó, egy állandó, ami szépen behúz magának, amit már beállítottál, és azt fogja telepíteni. Most nem telepítünk, természetesen, hiszen nem az a cél, hogy egy rendszert rakjak össze, hanem megmutassam, hogy mi az, ami számodra egy üres telepítésnél meg fog jelenni. A következő multimédia légy szíves körbenézni, hogy mit fogsz feltenni. Kényelmes, nem kell későbbiekben felrakosgatni, nyilvánvalóan itt kiválasztod azt, ami kell. A következő az internet eléréshez tartozó dolgok. Arra is figyelj, megint ismétlem azt, hogy előtte nézd meg, hogy mi megy föl natívan, tehát alaptelepítésként, mert felrak rengeteg böngészőt, egyebet. Gyakorlatilag ahhoz még egy harmadik, negyedik, ötödiket felrakni, az teljesen fölösleges. És az egyéb dolgokat, Tor dolgokat, a transmission, tehát a torrent letöltő dolgokat, hát eldöntöd, hogy fel tudod-e rakni, fel akarod-e rakni. Következő, a témák. A témák közül én azt mondom, hogy azokat rakosgasd fel, ami neked kell. Hát bizony az Arch Icon témát és az Arch KDE témát én fel szoktam rakni, a GTK adapta témát is föl szoktam rakni, a Breeze-et is. Miért? Mert ezeket szeretem, és időnként úgy változtatgatom a dolgokat, tehát magad döntöd el, hogy mi az, ami tetszik. Később is fel tudod rakni, nyilvánvalóan. Következő,
grafikus dolgokat kiválasztod, egyértelmű, amikkel bepipálod, nyilván most nem, hiszen natív telepítést fogok tenni egy üres lemezre, és meg fogom mutatni, hogy hát bizony a későbbiekben mit kapsz, hogyha semmit nem pipálsz be. Játékok, na hát ismertek, nagy ugrással mehetünk tovább, terminálok. Hát hogyha van egy olyan elképzelésed, hogy melyik terminál lesz neked ideális, akkor természetesen be tudod pippantani, hogy melyikkel én az XFC-nek az alapterminálját szeretem. Lehet vitatni, biztos van jobb, de azt megszoktam bőven, túlzottan is jó nekem az. Következő a File Manager, hát ahogy meg lehet nézni, a File Managerek között sokféle van, két darab hibát fedeztem föl magán, úgyhogy én ezt hibának találom, hogy a Crusader kedvenc fájkezelőm és a Space FM kedvenc fájkezelőm nincs fönt, nyilvánvalóan azért, mert ezeket az Aurból lehet telepíteni, az MC-t az mindenképp érdemes bepipálni, hiszen egy terminálos fájkezelő, és annélkül, hogyha nem indul a géped és terminálba kell valamit csinálni, annélkül elég nehézkes egy másolás, egy törlés, vagy egyéb. Egy kezdőnek érdemes megismerni. A következőben ilyen, hát inkább azt mondom, vegyes alkalmazások vannak. Az Albertet már egyszer bemutattam, a Blybitch-et is bemutattam. Első osztályú eldöntött, hogy mi kell a SystemD Manager-t érdemes feltenni. Lényegesen kényelmesebben tudod a SystemD dolgokat állogatni, mint parancsorból. Az se egy nagy agysebészet, de kezdőnek hát azt hiszem könnyebb egy pipát kivenni, vagy betenni, vagy egy start vagy stop gombot megnyomni, mint elgondolkodni, hogy mit a szözt kell a terminálba beírni. A többi vegyes felvágott, gittet használsz, nem jelszó menedzsert használsz, vagy nem, a privacy, tehát a magánélet, a Tor tett föl. Ez a magán gondolatom, hogy egy Tor legyen a gépeden, hogyha olyan helyeket akarsz megnézegetni, ami hát igazából nem az, ami hát, hogy is mondjam, normál eszközzel szeretnék oda menni, akkor a Tor hálózaton keresztül talán biztonságosabban tudom megnézni azt az oldalt. Figyeljünk arra, nagyon aranyos dolog, hogy a VirtualBoxot felrakja neked, és az nagyon-nagyon kellemes, ha bepipálod, nem kell utólag különböző dolgokat hozzátenni, elvenni, hanem itt automatikusan felkerül az egész. Nyilvánvalóan mindegyiket bepipálod, ami kell, tehát ezek a fő függőségei a VirtualBoxnak. Igazából beleszokott az ember futni, hogy hát VirtualBox megkeresi a listába, grafikus telepítésnél VirtualBox bepipálja, és utána valamelyiket a kettő közül elfelejti feltenni, a rendszer esetleg nem jelezni fogja, mert most raktam fel, de ha mégsem nem, akkor nem indul a VirtualBox, aztán lehet gondolkodni. Ami fontos, az USB kiíró eszközöt tegyél fel, én DD-vel szoktam írogatni, parancsorból gyorsabb. A másik, ami fontos, egy jelszómenedzsert mindenképp tegyél fel. A többi meg egyéni dolog, hogy mit rakosgatsz fel. Következő, itt a Arch Linux fejlesztők által készített eszközöket rakosgatod fel. Ezek nem azok az eszközök, amelyek az Arch Linux disztribúcióhoz kis plusz, nem sokat érő, vagy legalábbis engem nem nagyon megható eszközök, hanem inkább a fejlesztők által egy kicsit belenyúlt, egy kicsit szépé, jobbá, vagy éppen ők fejlesztik a Flameshot. Ez egy olyan eszköz, ami képernyőmentő eszköz, lehet nyilacskákat, egyebeket a képre rakosgatni, ami előtt lementett. A Telegram, illetve a Discord pedig egy kommunikációs eszköz. A következő dolog, miután eldöntötted, hogy bocsi, miket raksz fel, utána jön, hogy Budapesten laksz, persze abba az időzónába ilyen billentyűzet kell, egész lemez, vagy manuális partíció, és melyik lemez, nyilvánvalóan egy, azaz pontosan egy darab lemezünk van, te döntöd el, hogy hova kerüljön háromszor. Tudod, egy, kettő, háromszor megnézed, hogy jó helyre teszed-e a rendszert. Én jártam úgy pontosan egyszer, hogy rossz irányba, rossz lemezre nyomattam föl egy telepítést, eltűnt minden adat. A következő gondolat természetesen, hogy az egész lemezt használod, vagy manuálisan szeretnéd particionálni. Ha kezdő vagy, és az a lemez, az a céllemez, ahol a rendszert rakod, gyakorlatilag üres,
vagy teljesen törölhető, azaz az egész lemez szeretnéd használni, akkor ezt pipálod be, és akkor ő mindent meg fog neked tenni, swap nélkül, illetve hibernálással, hibernálás nélküli swapot hoz létre. Te hibernálsz, akkor mindenképp figyelj rá, swap nélkül balhés lesz a dolog, nem fog rendesen működni, egyáltalán nem fog működni, és akkor te barkácsolhatsz. Ha nem hibernálsz, akkor én azt mondom, hogy swap nincs, hibernálás, azt állítsd be, vagy utólag hoz létre akkor a swap fájt, ami számodra kellemes. Ez az a hát átmeneti tárként működő memóriát kiegészítő eszköz. Ha kicsi a memóriád, tehát mondjuk, hogy 8 giga alatt van, mindenképp használj swapot, akármire használod a gépet. Ha 16-32 van, akkor már egyénileg döntsd el. Én azt gondolom, hogy egy swap file létrehozása nem egy agysebészet, kb. 4-5 parancsori dolog, és inkább azt használom, mint swap partíciót, vagy ő döntsön akkor a swapot, amekkorát ő akar. Hát majd én eldöntöm azt. Oké, tehát eldöntöd, hogy ez kell, vagy nem kell, illetve a manuális particionálásnál, na hát ezt nem fogom bemutatni, mert manuálisan az particionáljon, aki tudja. Erre nagyon figyelj, hogy mit, hova és egyéb szeretnél tenni. Én úgy gondolom, hogy hát bizony kezdenek az automata particionálás, legyen egy külön Winchester, legyen egy külön partíció, amelyeket te erre szántál, azon ne legyen semmi olyan adat, ami számodra most égetően fontos, és utána arra, ha ráteszed a rendszert, letörli, eltöntet mindent 100%-osan, és akkor nincs gond. Hova rakja fel rendszerpartícióra, nincs telepített rendszerbetöltő, ezt nem kéne használnod, jó? Ha kezdő vagy, a MBR-be szeretném rakhatni, nyilvánvalóan egy lemez onnan induljon, ezt is gondold át, alapbeállítás 99%-ban jó szokott lenni, akkor piszkált, ha tudod, hogy mi az, ami. A következő természetesen a nevedet megadod, Laci fölajánl egy felhasználói nevet, ezt megváltoztathatod, de nagyon intelligens, mindjárt megmutatom, mert ebbe beleszoktak emberkék futni, aztán lesnek, mint Rozi a moziban, hát bizony, kisbetű, felhasználói név hagyományosan kisbetűs lehet, kellemetlen, béna, egyéb, de maradjunk annyiba, hogy ez van, és ez a rendszer legalább szól, hogy bocs, hát nem nagybetűvel írjuk a felhasználói nevet, mert az igazából nem érdemes. Bizony belefutottak emberek, ahol csak a felhasználói nevet kérte be a rendszer, hogy hát nyilvánvalóan leírják a saját nevüket nagybetűvel, és utána gondok voltak, és volt a búbánat, hogy miért nem jó a rendszer, miért nem enged beléptetni, mert bizony kisbetűs a név, mi legyen a számítógép neve, az lesz, amit akarsz, nyilvánvalóan Laci VirtualBox bőven jó. A következő lépés a jelszó megadása, én most egy darab A betűvel jelzem, még egyszer megadom, egy darab A betűvel jelzem a jelszavamat, hogy bizony itt a VirtualBox-ban ne kelljen agyongépelni magamat, lényeg, legalább 8-10 karakter, és abban legalább két szám, meg egy különleges jel, aláhúzás vagy egyéb legyen. Miért? Mert az nehezebb feltörni. Nem a kutyád neve, jó? Meg nem a Laci legyen a jelszó is, mert az eléggé érdekes dolog lenne. Írtam egy-két cikket arról, hogy a jelszavakat, a biztonságot hogyan kéne kezelni. Oké, itt egyetlen egy karakter lesz. Jelszó megkérdezése nélkül automatikus bejelentkezés. Nem pipáljuk be, mert nem ezt akarjuk természetesen. Jelszóval lépünk be a gépbe, tudom, kényelmetlen, meg be kell irogatni, de maradjunk annyiba, hogy bizony-bizony, az azért multi felhasználó, több felhasználós rendszer, és nyilvánvalóan nem azért találták ki a jelszavakkal való belépést, hogy ezen szépen átugorjunk. Oké, ugyanaz a jelszó a rootnak, az adminisztrátornak, igen, én ezt hagyományőrzésből, így szoktam meg az elején, ezt használom, tehát igen kemény védelme van a gépemnek, A betű lesz a jelszava. Itt végigolvasod, hogy mi az a szösz, amit ő szeretne csinálni a gépeddel, végigolvasod, és még le is lapozgatsz, és utána a telepítés gombra nyomsz, hogyha minden oké, telepítés. A telepítés elindul,
Ilyenkor vagy itt ülsz és rágod a körmödet izgalmi állapotba, hogy mit fog kirogatni, vagy pedig elmész egy kávézásra. Én ezt az egészet átugrom, illetve jól fel fogom gyorsítani nektek, hogy lássátok, hogy hát bizony itt mennek szépen a számok, hogy milyen egyéb verziók vannak, miért jó ez. Nyilván én az elején megmondtam, hogy miért érdemes az Arch Linuxot használni, miért nem érdemes az Arch Linuxot használni, és miért az Arch Linux alap, azaz nem D, nem B, meg egyéb betűvégű verziót tettem föl, hanem ezt, hogy megmutassam a legegyszerűbb, hát inkább az, úgy mondom, az általánosabb Arch Linux telepítését. Nyilvánvalóan mindenki azt választ, amit akar. Na, induljon a villámgyors sebesség. Miután lefutott a telepítés, nagyon egyszerű dolgunk van, már előre be van pipálva, hogy újraindítás most. Ilyenkor az ember újraindítja a gépet, és előtte természetesen érdemes a BIOS-ban átállítani a bootolni való eszközt arra, ahova telepítettél, és úgy hamar elindul a rendszeret, hogyha minden oké. Befejezre kattintunk, befejezi, végigfut azokon, amin kell, és elindul a géped újra. Nyilvánvalóan én nem húztam ki időzőjelbe a pendrive-ot, így bizony lemegyünk a boot, exiting, tehát a telepített OS-re, és rákattintunk, és elindul. Ahogy lehet látni, igazából ugyanúgy indul, mint a legtöbb Linux, és utána ennyi, a megszokott módon megkapod, ezt nem kell neked megtenni, megszokott módon megkapod a bejelentkező panelt, szép, jó, hát kinek mi tetszik, de nekem az a véleményem, nagyon szépen összerakosgatták, és bejelentkezünk, nem jelentkezünk, előtte megnézzük, hogy milyen operációs rendszereket, illetve milyen felületeket kaptunk, amit hát bizony én emlegettem, hogy ez van, tehát győződjünk meg, így váltasz, ezzel a kis gombbal váltasz a feltelepített környezetek között OpenBox, illetve az FXCL munkamenet, illetve i3-as. Én nyilvánvalóan, ahogy az elején említettem, az i3-at nem ismerem, nem használom, arról nem fogok beszélni. Az XFCL, illetve OpenBox között választunk. XFCL munkamenetet fogom most indítani. Beírom a titkos jelszavamat, ami egy daraba, és bejelentkezünk, és elindul a rendszer. Ahogy lehet látni, bizony a szokott módon indul, illetve természetesen engem egy kicsit zavard át, nyilvánvalóan ez az indítóképernyő ilyen, illetve az elindított program ilyen. Megkapjuk azt a panelt, egy kicsit átvariálva, hiszen itt már nem telepítésről beszélünk, amit az elején is kaptunk, ilyenkor upgrade-elni tudod a tükröket, mondtam, hogy én parancsorból jobban szeretem, illetve az ilyen egyéb információkat meg tudod szerezni, YouTube csatorna, fórum, rendszerről itt kapsz információkat az újdonságokról, meg egyéb ilyesmi. Na hát, valljuk be, ezek nem annyira izgalmasak számunkra, ennek örömére én az autostartot ki szoktam venni. Oké, mára ennyit szántam, hiszen a következő részben fogjuk megnézni, hogy mit kaptunk, miért kaptuk, és az használható-e. Ez a következő videó pár napon belül el fog készülni, nyilván ehhez először natívan telepíteni kell, hiszen ott a komoly telepítési méretet, a memória használatot is meg szeretném nézni, és az, hogy hogyan működik, mennyire tetszik,
egy futó élő környezetbe, akkor tudunk erről beszélni, amikor valóban föltesszük arra a gépre, arra a processzorra, arra a memóriára, arra a Winchesterre, hogy bizony csak úgy tudod meg, hogy egy rendszer mit mutat, mennyire hasznos, mennyire gyors, mennyire emberbarát, tehát nem kell várni fél órát arra, hogy valami betöltődjön, hogyha felteszed a saját gépedre, arra a Winchesterre, amire te használod és beállítod. A VirtualBox erre nem nagyon alkalmas, és azért nem akarok én itt bénázni a VirtualBox-szal, hogy magát a rendszert bemutassam. Lényeg, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. A telepítő videó, hát ez volt. A következő részben pedig bemutatom, hogy mit kapsz a pénzedért időzőjelbe, hogyha az Arch Linuxot választod. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és jó Linuxozást kívánok mindenkinek, sziasztok!